hogy Magyarországot, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Hogy mit is jelent a haza? Az eskü után Dénes Sándor polgármester Babits Mihály szavait idézte városunk új állampolgárának köszöntésekor. A haza élő és oszthatatlan lelket jelent, ami biztonságot ad, ahol álmodni lehet a jövőt, fészket találni önmagunknak, családunknak és gyermekeinknek. Mindez sokunknak megadatott, kiknek a szülőföldjük egyben az otthonunk is. De vannak olyan embertársaink is, akik megfosztattak ettől az áldástól. Nekik új hazát kell lelniük, új otthont, hogy barátokra, békére és szeretetre találjanak. Lula Ilféte gyermekkorában hagyta el szülőföldjét, családjával együtt az egykori Jugoszlávia területéről menekült a háború elől. Hosszú évek óta itt élek Magyarországon, és nagyon szeretek itt élni, és itt vannak a családtagaim is, meg a párom is. Ilfétét a tervek és az álmok is Magyarországra kötik, ezért párja segítségével elindították a hivatalos honosítási eljárást. Igazából már a megismerkedésünk napján felmerült bennem a kérdés, hogy nem került ez rendezésre ez idáig, hiszen itt tényleg hosszú évekről beszélünk, akár mondjuk majdhogy nem 20 évről, úgyhogy mondjuk úgy megismertem egy külföldi lányt, és pár év múlva össze szeretném kötni az életemet egy magyar hölgyel, magyar lány, szóval ehhez kellett ez a papír, meg ez a temérdek sok ügyintézés. Az eskü után a fiatal pár hozzátartozói is gratuláltak az állampolgársághoz.